A videóhoz a Tops Juventusos prémium kártyás dobozt a kollektól biztosította. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a futballkárcún, a mai videóban pedig egy várva vár termék, ami Magyarországon hivatalosan nem kapható, viszont a kollektól behozta. Ennek nagyon örülök, illetve hát netről, külföldről is valahogyan utómódon módon meg lehet rendelni, bár már nagyon kifogyóban vannak a készletek, úgyhogy akit érdekel, most érdemes lecsapni még rá. Szóval Juventus játékosok lesznek benne az összes a keretből, akár csak a Fradisnál, hiszen ugyanúgy néz ki a doboz, ugyanúgy 50 kártya képezi az alapsort, plusz egy exkluzív paralel, illetve hát aláírt kártya is lehet. Itt azért a Juventusosnál kicsit jobban kitérnek a dolgokra. Hivatalosan licenszelt cucc, hiszen partnerségben van a Tops a Juventus-szal mint ahogy a Ferencvárossal is, úgyhogy ez azért mindenképpen király dolog. Na de, itt vannak szépen felsorolva, hogy milyen kártyák lesznek benne. Hasonlítsuk össze a Fradival, egyébként a doboz az tök ugyanolyan méretű, kinézetbe is, csak ugye természetesen Juventus, de full ugyanaz, úgyhogy nagyon érdekes. Annyi, hogy itt a topslogó hiányzik, exclusive paralel van, itt pedig csak ritka kártya, de a szezon az a legújabb, az 50 kártya képez az alapsort, illetve Juvenal több a játékos az elején. Na de nézzük is, ugyanúgy 26 a játékos kártya, városkártya 10, majd utána címgyőztes kártya 5, csak más sorrendben van, title winner kit kártya, tehát mezes kártyából is ugyanúgy megvan, mint ahogy a stadion és a menedzserből is egy-egy. Plusz sorszámozott ritka kártya, csillogós, paralel, ilyesmi, ugye azt látjuk is, Annyi van, hogy itt keresd a magyaron, a keresd az autogram kártyát, keresd, oké, de hát milyen ritkasággal, milyen szinten keressem, ezt ugye nem annyira tudjuk. Itt viszont azért ez le is van írva, tehát hogy 10 dobozonként van egy. Egyébként ez érvényes a Fradisra is, hogy 10 dobozonként van egy. Úgyhogy én már ezekből sikeresen nyitottam, ugye ezek már felbontott dobozok nálam. Ez viszont tök bontatlan. Úgyhogy mindenképpen izgatott vagyok, hogy mi jön belőle esetleg, de más számozottnak is örülök, hiszen azért 10 dobozonként lehet nyitni, van bizony ritkasági faktora ennek. Óvatosan, oh, én azt mondom, hogy bontsuk ki, nézzük meg akkor, hogy mi lesz benne, szerintem tök ugyanúgy fog kinézni, viszont hát a kártyák ugye nem fradisak, tehát ebből a szempontból akár értékesebbek is lehetnek. Nem a hátulját, az elejét nézzük meg. Az elején egy városos kártya, Torino ugye a város. Itt, amit láthatunk, Turin, Itali, Kielini. Nagyon jól néz ki. Ilyen ugye nálunk Budapestes van, parlamentes, szerintem az valami császár jól néz ki. Arra még lehet, hogy külföldön is csettintenek. Óvatosan kibontom a fóliázott pakkot, akár csak a Fradinál is tettem ezt nehogy leütődjön a kártya. Jó nagy mennyiség, megint csak egy torony. Az utolsó párat azt kirakom ide, nehogy itt véletlenül meglássuk a dolgokat. Na, nézzük az alapsort. Tehát van itt nekünk egy kiellini. Iszonyatosan jól néznek ki ezek a lapok, még mindig. Nagyon szép a fényük, jó a nyomtatás. Alexandro. Ezek már nem kis játékosok. Danilo, majd utána Vesto megkíni, ő kapott külön dobozt még annó, egy pár hónappal ezelőtt, az is elég menő volt, az csak, csak róla meg a kedvenc játékosairól szólt. Bentekör, majd utána egy Pellegrini, itt tényleg olyan játékosok is benne lesznek, akik nem mindig kapnak kezdőben lehetőséget, Kiéza nem ilyen, ő azért szokott jó formában focizni, mint ahogy Dybala is, az Argentin, majd utána egy Bernardeski, itt is ugye ezek alapjátékosok, tehát ez semmi különlegeséget nem képvisel, viszont ugye lesznek durvábbak, mindjárt meglátjuk. Rugáni, és egyből itt van, ez egy mezeslap, lap, méghozzá a vendégmeze a Juventusnak három játékossal. Hátulján ugye mindegyiknek info, szépen, mi a szponzor, ugye a Jeep, Adidas készíti a mezt, szépen le van írva, és angolul érdekes ugye, hogy olasz a doboz, és mégis angol a szöveg rajta majd utána itt egy Dibala, megint csak városos kártya, kis város alaprajzzal, meg egy-két ilyen emlékművel, építménnyel, tök jól néz ki, mindenféle info itt van, illetve angolul a szöveg, 2015-ben érkezett a csapathoz, nagyjából ugyanilyen, én statisztikai, kicsit szárazabb szöveg a játékosról. Morate, a spanyol, nála is ugye rengeteg adat, jobblábas, 137 meccsen lépett pályára, 27 gól, 16 gólpassz, teljesen ok és tök jók ezek az adatok. Title winners, Ramsey, mondom azért itt már nagyobb a tétennél a doboznál, érthetően drágább is azért, tehát természetesen ez kérdéssel lehet, hiszen nem is lehet Magyarországon kapni, Celebration kártya közben, illetve ahogy mondtam, nagyobb játékosok vannak, mint például Perin, aki a cserekapus, Kielini, olasz válogatottak. tag. Győztes, majd utána megint csak egy városos kártya az amerikaival. Micsoda haja van Moiskinnek te jó ég, nem semmi. Morata Celebration lapja, a hátulján is inkább a, az ünneplésről arról van szó, hogy mégis hogyan volt ez az egész, amikor megnyerték ugye a kupákat, már azért most már Juventus is elég szépen nyeregeti a dolgokat. Bonucci, most ugye a cél egyértelműen Ronaldo után felállni. Sokan mondják, többen is nyilatkozták, hogy ellustult a csapat, illetve hát így nem is lesz most benne Ronaldos kártya se, hiszen eligazolt. Rábió, majd utána megíni megint csak már sokat gyára. Mint ahogy kézá is, ismétlődnek ugye a játékosok az ilyen eseménylapok alapján. Locatelli, majd utána egy Delict, Title Winners, majd utána van egy Kulusevski, az ifjú tehetség, nála azért érdemes megjegyezni, 2000-ben született, és nagyon jól tolja, nagyon hasznos játékos. Bonucci, ezt oldalra rakjuk, nehogy itt elfedjük közbe, Rabio, majd utána Aaron Ramsey, róla is néhány infó, ugye az Arzenáltól érkezett a csapathoz, megtalálta a helyét, mondhatjuk úgy is, delikt megint csak. Majd utána van egy kielénia, hogy örül. Egy Dibele, Celebration kártyája, gól örömével. Majd egy lengyel kapus, cesnyi. Delikt megint csak. Kudrádó, És ez egy Allegri, Massimiliano Allegri, menedzserkártya, szeretem az ilyesmit, hogyha van egy kis extra ruki kártyával, ugye óvatosan dobálóznak, főleg itt a Topsnál, azért a Fradis doboznál, konkrétan minden második kártyára rá volt rakva, hogy ruki, mert hogy soha nem volt róla még Topsos kártya, akkor viszont rukinak számít, érdekes ez a szabály, mert így igazából 26-7-8 éves is ifjú tehetségnek, vagy nem tudom, ilyen rukinak számít, ami kicsit ilyen hülyeség. Minden esetre Mirettiről nem volt kártya, úgyhogy ezt érdemes nagy becsben tartani, hát ha ugye befut a karrierre. Allianz stadion, nem aréna ugye, csak a támogató ugyanaz, mint a bayern de azért vigyázni kell vele. Sokadik számú kapus, ez is ruki kártya ugye. Kárló barátunk, majd utána Kulusevski alapkártyája, Artur, illetve van itt egy Bernadeszki megint, és a végére pedig egy kiéza, ahogy örül. Nézzük azt az izgalmas pakkot a végére, Danilo, majd utána a lengyel első számú kapusról egy kártya, Homekit, tehát a hazai mez, majd utána egy városos, City típusú lap, van itt egy Zsorge, Kájó Zsorge, ez is ugye Ruki kártya, Desiglio, és a végére ez már egy városos kártya, egyértelmű. Kiéza lesz rajta a városos lapon eleve, nekem ezek nagyon tetszenek, és ahogy látom lila, tehát nem ilyen alapváltozat. A számozása ennek függvényében per 1504-es mindösszesen 15 darab lapot gyártottak le egyből. Oké, okay, nem aláírt, de ennek bizony így nagyon-nagyon tudok örülni, azt a mindenit. Na jó, ez nagyon-nagyon durva, természetesen jönnie kell minimum egy ilyen tasakba. Mindenképpen védjétek az ilyen lapokat, mert ez teszi igazán különlegeség ezeket a dobozokat. Alapsorok nem érnek annyira sokat, ez nektek ilyen kis király kollekció, ezek viszont már más tészta, ezek bizony érhetnek nagy pénzeket, főleg, hogyha egy ilyen per 15-ösről van szó, mert azért ez viszont így, ebben a formában nem olyan rossz. Úgyhogy nagyon örülök neki. Ezt mindenképpen kirakjuk ide, szép kis fénye van. Úgyhogy ennyi lett volna ez a Juventusos doboz. Így 2022-ben megnéztük ezt is. Amíg még kapható, akár Kollektorlon, akár máshol, mindenképpen szerezzétek be. Főleg, hogyha szeretitek a juve mert hát ez egy tökéletes ilyen kis termék, ahol az összes játékos benne van, akár különböző ilyen formációkban is, mint ahogy a Fradinál is, és egyébként más csapatoknál is van, Barszáról is, akár csak a Sociedadról, akikkel ugye a Tops az hivatalos kapcsolatban áll, meg van a licensz hozzá, hogy gyártsanak ilyen exkluzív dobozokat. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen nektek a figyelmet, legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, nézzetek sok videót, sziasztok!